A Nördlingen Ries meteorit kráter kellős közepén vagyunk, azaz Nördlingen városában. És lépten nyomon az épületeket tekintve láthatjuk, hogy egy rettenetesen érdekes kőzetből faragják a szobraikat, készítik az épületeket. Ezt a kőzetet úgy hívják, hogy Suevit. Ez a szürkés, árnyalatú, zöldes színű kőzet, ezt Suevitnek hívják. Suevit az egy brecsa, a meteorit kráterekre jellemző visszahullott anyagoknak a brecsája, és hát ennek a területnek a latin neve Sueva, tehát gyakorlatilag erről kapta a nevét ez a kőzet. Borzasztó érdekes kőzetről van szó. Majd közelebbre megyünk, megnézzük, hogy vannak benne olvadékok, vannak benne mészkövek, vannak benne gránitok. Tehát gyakorlatilag, amit a meteorit kráter keletkezése során a mélyből, az aljzatból, a célkőzetből felhordott a kiválási időszak, amikor keletkezett a meteorit kráter, ilyen kőzetek keletkeztek, és gyakorlatilag ezek lesznek az úgynevezett sok metamorfózis, tehát a meteorit kráterekre jellemző folyamat legfontosabb, mondjuk, bizonyítékai. Az olvadékoktól elkezdve a különböző mészkövekig mindent megtalálhatunk itt. Ez azt jelenti, hogy korábban nem tudták azonosítani. Azt gondolták, hogy ez egy vulkáni anyag, egy vulkáni törmelék, de az a helyzet, hogy konkrét bizonyítékot nem találtak a kráterre, a vulkáni kráterre vonatkozólag. Na most a meteorit krátert 1973-ban itt fúrták meg, több mint 1600 méteres mélységben, és 680 méteres mélységben találták meg a Suevit, tehát a breccia és a célkőzetnek a határát. Ezeket a furat mintákat a CERIN, azaz a itt Nördlingenben található Ries Meteorit Kráter Kutató Intézetben lehet megfigyelni. Ez lapján összeállították a geológiai térképet, összeállították a geológiai profilt itt a meteorit kráter esetében, és ez volt az első a geológia történetében, ahol egy meteorit krátert mutattak be földtudományi, azaz geológiai szempontok alapján. Mivel ez volt az első, ezért 1960-as években Dieter Stöffler, a Wolfon Engelhardt, akkor például Leroy Chao elkezdték magát az egész folyamatot úgy ásványtani szempontból kutatni, hogy melyek azok a meteorit kráterekre jellemző, mondjuk vegyük úgy, hogy ásványtani jellegzetességek, amelyek a sok metamorfózis magasabb szintjeire jellemzőek, és ezt fogják 1994-től bevezetni majd a Nemzetközi Geológiai Unió kritérium rendszerébe, aminek minden meteorit kráternek meg kell felelni. Ennek a kritérium rendszernek ma jelen pillanatban 200 meteorit kráter felel meg, nyilván ennél jóval több van, duplán még egyszer ennyi, körülbelül 400 összesen a jelölt krátereknek a száma, tehát összesen ma, vegyük úgy, hogy a Földön 160-170 millió négyzetkilométernyi területen, ugye ez csak a szárazföldekre jellemző, durván 600 meteorit kráterről tudunk. Ugye ez elenyésző például a Hold felszínéhez. Na most, az a legfontosabb ebből a szempontból, hogy mivel itt voltak az első feltárások, az első kutatások, az első cikkek, az első könyvek, ez nyilván ezek a kőzet elnevezések lesznek majd a szakkifejezésekben is, tehát mai nap, illetve holnap Suevit breccsát fogunk majd gyűjteni. Ezek rendkívül ritka breccsák, összesen durván a ismert meteorit krátereknek a 10%-ánál található ilyen breccsa. Miért érdekes ez? 1960-as évek vége felé, a 69-es holdra szállás előtt Neil Armstrongék ide jöttek Aumüllébe, tehát a közeli kis bányába gyakorlatozni abból a szempontból, hogy majd a holdra szállásnál hogyan kell azokat a breccsákat, amiket a Holdon az Apollo program során majd találni fognak, hogyan kell kezelni, hogyan kell gyakorlatilag begyűjteni ezeket a mintákat. És ugye nagyon fontos az, hogy lett volna egy geológus, aki az amerikai geológiai szolgálatnál szolgált, ő Eugene Shoemaker, és ő volt az, aki először
szisztematikusan felépítette ezeknek a, mondjuk vegyük úgy, hogy a meteorit kráterek tanulmányozására, illetve kritérium rendszerének a kialakítására földrajzi, geofizikai és geológiai, valamint geokémiai, mondjuk vegyük úgy, hogy kritérium rendszert épített fel. Ezt később adoptálta Dieter Stöffler, és a 90-es évek közepén a Nemzetközi Geológiai Unió segítségével bevezették a geológia tudomány nagy, mondjuk vegyük úgy, hogy családjába a meteorit kráterek tanulmányozását, azaz impact geológiát. Eugene Shoemaker 1997-ben meghalt, egy tragikus autóbalesetben elhunyt, és az volt a feleségének, Caroline Shoemakernek a kérése, hogyha lehet, akkor gyakorlatilag a Clementine űrszonda, az a Hanvait a Holdon szórja szét, hiszen Eugene Shoemaker lett volna az első geológus az Apollo programban, meg úgy általában a vegyük úgy, hogy az űrhajósok világában, aki a Holdra szállt volna Apollo 18-al, és így hát ő soha nem jutott el, bár ki volt választva a űrhajósként, és ő nagyon sok időt töltött itt, ezen a területen. Róla teret neveztek el, volt, hogy díjat neveztek el, volt, hogy konferenciát, emlékkonferenciát tartottak, de itt Nördlingenben volt minden ilyen eseménynek a Nördlingeni Ries Meteorit Kráter Kutatóintézet a gazdája. Úgyhogy nagyjából azt kell, hogy mondjam, hogy az impact geológia, a meteorit kráter kutatás Mekkájában vagyunk. És én azt gondolom, hogy most érdemes lenne akkor bemenni, megnézni a templomot is, hiszen a helyi épületeket, akár legyen az magánépület, akár legyen az középület, ezekből a közetekből építették fel. Állítólag a Szent Dániel templom, vagy a Szent György templom, mind a két nevet használják, az abban Bach koncertezett annak idején, és Bach annyira meg volt elégedve a templom akusztikájával, hogy megkérdezte, hogy hát hogy tudták ezt az akusztikát elérni, és a pap azt mondta, hogy hát az a helyzet, hogy gyakorlatilag nem tudjuk, hogy ez milyen kőzetből van, mert annyira ismeretlen volt ez a kőzet. Mondom, egészen 1960-as, 70-es évekig ez a kőzet gyakorlatilag ismeretlen volt a geológia számára. Itt némiképpen azt is hozzá kell tenni, hogy ezeknek a kőzeteknek, ha belegondolunk, akkor kozmikus eredete van. Természetesen ez a földi kőzeteknek a keveréke, meg a beérkezett kozmikus anyagnak a keveréke. A kozmikus anyag az már csak ilyen mikrométer nagyságú kis gömböcskékben található, de hát igencsak megváltoztatta itt a környezetnek a, vegyük úgy, hogy a kémiai összetételét, a geokémiai jellegzetességeit. Ezen a kis területen, 26 kilométeres átmérőn, 14,8 millió évvel ezelőtt valami egészen más zajlott le, mint addig. Igen? Jól emlékszem, akkor van benne nanogyémánt is. Nanogyémántok szempontjából éppen, akivel ma fogunk találkozni, Stefan Hölzl, ő kiszámolta, hogy ennek a gyémántnak a mennyisége az majdnem 3000 tonna. Tehát hatalmas nagy energiák szabadultak fel, és az a lényeg, hogy mondjuk azért ilyen nanogyémántokból 3000 tonnát összehozni, az szinte azt kell, hogy mondjam, hogy lehetetlen, vagy képtelenség, de körülbelül a számítások egyenlően több millió köbméternyi anyagot mozgatott meg természetesen ez a meteorit kráter, és olyan mértékben, hogy a Duna mondjuk vízfolyását is nagy mértékben befolyásolta a meteorit kráterből kidobott anyagnak a jelenlege. A kráter átmérője 26 km, a számítások azt mutatják, hogy 2,5-szeres távolságnak kell lenni ahhoz, hogy a közvetlen hatást láthassuk, tehát durván ugye akkor egy olyan 70 km-es körzetben lehetett közvetlen hatása a geológiai szempontból ennek a meteorit becsapódásnak, de egyébként több 100 kilométeres távolságban, vagy esetleg 1000 kilométeres távolságban is megtalálták a Ries meteorit kráterre jellemző impact üvegeket. Ezek lesznek a moldavitok például, amiket Csemedencében vagy Lengyelországban találtak. Hát most nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Ha bármi kérdés van, akkor kérdezzétek a Wikipédiát, illetve a Google Search. Köszönöm!
a fehér rész az mind a biotit gránit, és a biotit gránit az eszméletlen módon sokkolt. Nagy nyomás érte. Igen. Kicsit menjünk arrébb. Igen, mert ez pattogni fog ám. És milyen kemény mi, ahhoz képest, hogy milyen könnyű. Gyönyörű. Ez a hatalmas nagy óvadék, az nagyon jól néz ki. Ez gyakorlatilag felemelkedett majdnem 20 km-es magasságba a gyakorlatilag az a felhő, amiben ez még olvadékként volt benne. Ki. Na, valamennyi azért maradt ebből a kalcatos részben. Meg ott is. Ez itt a kalcitos rész, tehát ugye mivel itt a célkőzet nagy mennyiségű karbonátos kőzetet, mészkövet tartalmaz, ezért ahogy a robbanás megtörtént, felkapta pillanatok alatt a célkőzetnek a karbonát tartalmát, ez ilyen kalcit érjön létre. De a hatalmas nyomás az gyakorlatilag lehatolt egészen a biotit gránit tömbig, tehát a kristályos alapzatig lehatolt. Ez itt egy biotit gránit, ami eszméletlen módon sok metamorfizált. És az egész anyagot tekintve, főleg a célközetben lévő szilikátos anyagok ilyen olvadékként, fládenként jelennek meg. Ezek gyakorlatilag olvadék, hát ilyen mint egy kidobott lávaanyag, úgy arra hasonlítanak. Ez már impact melt, igen. Ugye hát a benne lévő gázok, azok kigázosodással, gázexhalációnak a nyomait láthatjuk, tehát egy kisebb porózus apró lyukakat láthatunk, és hát az egész mátrixot tekintve az egy olvadék, tehát egy szilikát olvadék. Minden, ami a biotit gránitból, minden, ami a más, mondjuk a földpátokból, a kvarcokból összeolvadt, ez a tipikus szürke szín, ez ennek köszönhető. Tehát ami összecementálja ezt az egészet. Egyébként itt látható a felület, tehát ennek a felülete, ez már erősen mállott felület. Ebben megint itt vannak a biotit gránit darabok, a kalcit darabok, akkor a fláden, tehát gyakorlatilag ott is nagyon szépen látszik a kalcit darab. Tehát mindent magába gyűjtött, ami 2 kilométeres mélységből, a célkőzet 2 kilométeres mélységéből, ugye 20 kilométeres magasságba felemelkedett, és így visszaesett a kráterbe. Van úgy, hogy a feltételezések szerint legalább 623 méter. 623 méter. 1973-ban a Nördlingen egy geológiai fúrás 623 méter mélyen harántolta a kristályos alapzat, tehát a biotit gránit, illetve a Suevit határát. A hely neve Steinheimer Becken. Ez a mostani kutatások azt mondják, hogy gyakorlatilag összefüggésben van a Ries meteorit kráterrel. A kor meghatározását tekintve ez is 14,8, tehát a 15 millió évvel ezelőtti meteorit becsapódás. És nagy valószínűséggel, hogy érkezett nagy sebességgel a kozmikus anyag, amit még egyelőre nem tudtunk azonosítani, hogy miből van, milyen anyagról van szó, de valószínűleg egy olyan 27 kilométeres úgynevezett ütközési zónában ketté vált, és a kisebbik része az itt csapódott be, létrehozott egy 4 kilométer átmérőjű meteoritkrátert, ez lesz a Steinheim, és egy picit egy pár másodpercet tovább ment még észak-keletnek, és a fő tömege az a mai Ries meteorit kráter környékén csapódott be. Na most, ilyen jelenségek azért vannak. A földi meteorit krátereket tekintve a Clearwater East-West esetében, például Kanadában vannak Iker kráterek, csak ott azzal a különbség, hogy szinte azok közvetlen szomszédságban vannak egymással. Itt azért vannak kérdések, modellezésekkel kapcsolatban, meg egyéb ilyen
tudományos kérdések merülnek fel, hogy valójában ez hogyan lehetséges, tehát a fizikai paramétereket ismerve, illetve magát az egész becsapódásnak a folyamatát ismerve, nagyon sok a szkeptikus ebből a szempontból, éppen ezért a másik oldalról is megjelennek cikkek, amely azt mondja, hogy bizony sajnos úgy néz ki, hogy mégsem. Tehát van 500 000 év különbség a kettő között, a Steinheimer-Becken, illetve a Ries meteorit kráter közötti fejlődés szempontjából. Ezt viszont paleontológusok állítják, tehát azt mondják, hogy a szárazföldi csigák, meg egyéb ilyen dolgok, azok jóval hamarabb megjelentek a Steinheimer-Becken területén, ami azt jelenti, hogy ez 500 000 évvel korábban keletkezhetett. Na most nem is ezzel akarom igazán végül is magát az időt eltölteni, hanem azzal, hogy ezek a folyamatok, tehát maga a meteorit kráter képződés az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a naprendszerben körülnézünk, az egy nagyon jól bevált, nagyon jól, mondjuk vegyük úgy, hogy felszín, illetve bolygó formáló erő. Tehát, hogyha körülnézünk a Merkúron, a Holdon, akár a Marson, akár a Venuson, azért a meteorit krátereknek a száma sokkal nagyobb, mint a Földön. Ez azért van, mert ugye a Földnek van egy légköre, és hát a légkörben való belépés már eleve önmagában meghatározza, hogy mekkora erejű lesz majd a meteorit becsapódás. Illetve későbbiekben egy olyan 50-100 ezer év alatt az elsődleges meteorit kráter jellegek azok teljes mértékben eltűnnek. Hát itt is láthatjuk, hogy a perem az még nagyjából kivehető, úgy átlagban mondjuk azért műholdas felvételek, illetve légi felvételek segítségével tudták a perem területet beazonosítani, így jött ki a 4 kilométeres átmérő. A 4 kilométeres átmérő még az úgynevezett egyszerű meteorit kráterekhez tartozik, itt láthatjuk ezeket a szép kis ábrákat, ami jól körülvehető, például az, hogy ott gyakorlatilag a Clearwater East-West például, ami hát gyakorlatilag szinte gyökér régióig lepusztult a kanadai területen, a kanadai ősmasszívum területén. Tehát nagyrészt a 200 ismert meteorit kráter az gyakorlatilag vagy feltöltődött, vagy már majdnem teljesen elpusztult, csak ilyen kisebb, mondjuk vegyük úgy, hogy ásványtani vagy geológiai jellegek mutatkoznak meg. Na most azért is jöttünk ide, mert ahogy említettem két nappal ezelőtt, azért nagyon sok kritériumrendszernek kell megfelelnie egy ilyen meteorit kráternek a Nemzetközi Geológiai Unió, mondjuk vegyük úgy, hogy értékelését tekintve. Itt az úgynevezett nyomáskúpok lesznek majd jellemzőek. A nyomáskúpok azok kézbe vehető úgynevezett makroszkópikus bizonyítékok. Ezek a nyomáskúpok, vagy shatter cones, ugye az angol, ahogy mondja, a ló sörényre hasonlító finom szemcsés formákról van szó, és általában porózus finom szemcsés kőzetekben, tehát mészkövekben például kiválóan megjelennek. És gyakorlatilag ezeket, hát azt nem mondom, hogy zsákszámra lehet gyűjteni, de azért úgy nagyjából itt ennek a Steinheimer meteorit kráternek ez lesz a jellegzetessége, hogyha esetleg elmegyünk egy vagy rámegyünk bármilyen irodalmi kutatás területére, akkor a Steinheimer az egyenlő, vagy ilyen asszociatív a nyomáskúpokkal. Nyomáskúpok azok megjelennek egyébként a nagy vulkánkitöréseknél is. 1992-ben Alexopoulos a Technophysics-ben leírt egy összehasonlítást a meteorit kráterek, illetve a vulkánok esetében is, tehát az ilyen explózív robbanásos vulkánok kaldérájában is találtak nyomáskúpokat. Csak ugye ott egyre kevesebb az a lehetőség, hogy porózus, finomszemcsés kőzeteket találjunk, és ezek általában olyan 5-10 cm-es nagyságúak. Itt az alsó képen található Manicouagan meteorit kráter környékén, French Bee-ben 1990-ben gyakorlatilag úgy néz ki, hogy 13 méteres nagyságú nyomáskúpot is talált. French Bee-ben a NASA-nak dolgozott, mint tanácsadó egyébként az Apollo programnak egyik geológusa volt, Eugene Shoemakerrel együtt. És az a lényeg, hogy ezek a nyomáskúpok
azt jelzik, hogy olyan 5-11, maximum 12 gigapaszkál nyomáson figyelhetők meg. A klasszikus példákat természetesen a híres arizonai meteor kráterből ismerjük, ott a Coconino homokkőben találtak nagyon nagy mennyiségű nyomáskúpot. Ha megnézzük az ábrát, akkor egy meteorit kráter, mondjuk vegyük úgy, hogy kialakulásánál, láthatjuk, hogy a parabola szerűen, ahogy kinyílik, a végül is maga a meteorit kráter képződésnél van az úgynevezett becsapódásos állapot, van amikor ugye egyfajta kontakt jön létre a felszín, illetve a kozmikus anyag között. Ez kozmikus lövedéknek, cosmic projectile-nak szokta hívni a szakirodalom, Jay Melosh vezette ezt be, annak idején a NASA egyik matematikusa. És az a lényeg, hogy egyébként tőle származik a giant impact, tehát az, hogy a hold kialakulásával kapcsolatban azt feltételezik, hogy egy protomars, tehát egy mars nagyságú bolygó csapódott az ős földnek, tehát a 4,5 milliárd évvel ezelőtt állapotot tekintve ugye ezt ősföldnek nevezzük, és gyakorlatilag abból a becsapódásból szakadt ki a mai holdnak mai tömege, és aztán később ugye egy földközeli pályára állt a rendszer. Ezt Jay Melosh-tól hallottuk egyébként, és azt láthatjuk, hogy a meteorit becsapódás során szinte vertikálisan, függőlegesen felfelé kidobódik az anyag, és a gravitáció segítségével egészen egyébként a stratoszféráig képes, tehát ilyen 18-20 kilométeres magasságig képes kidobódni maga az anyag, és szépen a gravitáció segítségével visszahullik. Tehát a benne lévő olvadékok, vagy szálkőzetek, vagy még részlegesen megolvadt kőzetek, azok egyszerre esnek vissza, és ez ilyen brecsásodáshoz vezethet. Ez egyébként infilling, fallout brecsésőnek hívják, tehát gyakorlatilag újból kitölti a meteorit kráternek a mondjuk a belső részét. És ezek az úgynevezett brecsák, ezek a Suevit brecsák, ezeket itt írták le először, azért a Dél-Bajorországnak a latin neve ugye Sueva volt, és innét kapta nevét a Suevit breccsa, de egyébként ezt megtalálhatjuk a Bosonti meteorit kráternél is, Gánában megtalálhatjuk, a Rochechouart meteorit kráternél Franciaországban, tehát ez egy tipikusan a meteorit kráterek jellemző breccsáról van szó. Ez a breccs egyébként hasonlít legjobban a holdi kőzetekhez, éppen ezért nagyon sok esetben mint analóg, mint referencia, mondjuk vegyük úgy, hogy mérés a holdi kőzeteknek a tanulmányozásánál, főleg az Apollo program során a Suevitet használták referencanyagként a NASA szakemberei. Aztán ugye szintén rengeteg vita van ezzel kapcsolatban még mindig. 1981-ben a Science-ben jelent meg egy cikk, Walter Alvarez, Luis Alvarez, Alessandro Montanari, összesen négyen írták, már nem emlékszem a negyediknek a nevére. Az a lényeg, hogy valahol Gubbio környékén, az Anconától északra található, találtak egy réteg sort, aminek iszonyatosan nagy volt az iridium anomáliája. Tehát ilyen 100-szoros, 150-szeres, mint ami a földi kőzetekre jellemző. De ezt az iridium anomáliát találták meg Gubbio környékén. Egyébként Luis Alvarez fizikai Nobel-díjat kapott, és az ő fia Walter Alvarez a Berkeley Egyetemnek a planetológiai tanszék vezetője volt elég sokáig. És hát miután Olaszországban 1980-ban ugye kutattak, 1986-ban kapott egy megbízást Alvarez, méghozzá a texasi cégtől, hogy a mexikói öbölben feltárásokat végezzen, főleg kőolajkutatás szempontjából, és óriási meglepetése, úgy néz ki, hogy hát a sors így irányította a tudományos karrierjét a geofizikai mérések során, aminek egyik részét ott láthatjuk a Csíkszülő alatt található színes felvételen, úgynevezett Bugé anomália térképet készített, ami azt jelentette, hogy azon a területen, azaz a Yucatán félsziget jó nagy részén egy úgynevezett tömegkoncentráció hiány figyelhető meg a környezethez képest, tehát valami eszméletlen dinamikus folyamat
képes volt elmozdítani több millió köbméternyi anyagot, és ahogy elkezdték ezt vizsgálni, rájöttek arra, hogy bizony ez a meteorit kráter, az a Chicxulub nevű meteorit kráter, ami hát gyakorlatilag a 65 millió évvel ezelőtt jött létre, és a Gubbio, tehát Észak-Olaszországban talált réteg, illetve a Chicxulub izotóp geokémiai mérései, azok korreláció, tehát mondjuk vegyük úgy, hogy egyenlőséget találtak, és ennek megfelelően tudták azonosítani a meteorit krátert a Kréta Tercier, azaz 65 millió évvel ezelőtti kipusztulás, tömeges kipusztuláshoz. Na most nem mindig ilyen könnyű a helyzet. Azért nem könnyű a helyzet, mert gyakorlatilag ennél sokkal nagyobb kipusztulás volt a Perm-Triász határon, ami 241 millió évvel ezelőtt lehetett, és ott viszont se nem földi, se nem pedig extraterrestrikus, tehát kozmikus eredetre utaló jelet nem találtunk a kipusztulást tekintve, tehát még további kutatásra van szükség, és éppen ma Árpival együtt sikerült átadnunk itt Stefánnak egy olyan mintasorozatot, amit nálunk Egertől nem messze egyébként a Bálvány hegynél lehet, egyik oldalán lehet gyűjteni Perm-Triász, tehát PT határról mintákat, és most azt szeretnénk, hogy a meteorit becsapódásra, a kozmikus eseményre jellemző rénium, ozmium, illetve gyakorlatilag iridium anomáliát találjunk ebben a réteg sorban. Tehát most végül is ez az első, vagy ez az egyik ilyen együttműködési lehetőség annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni a PT határon valójában mi is történhetett, mondjuk vegyük úgy, hogy a kozmikus eredetet tekintve. Itt láthatunk egy egyszerű kráternek a metszetét, ez egy elméleti metszet, tehát egy ilyen kitalált metszet. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából a valóság is egy ilyen ehhez közelít, tehát itt egy egyszerű meteorit kráternek a földtani felépítését tekintve van az úgynevezett látható, mondjuk vegyük úgy, hogy krátermélység, és van a valódi krátermélység. A látható és a valódi krátermélység között van az a visszahullott anyag, ami ugye feltöltötte lassan a meteorit krátert, illetve természetesen, mivel az egy mélyebb területen található, ezért a peremről is oda pusztult bele minden. Na most az az érdekesség ebben, hogy természetesen a sok metamorfózis, ugye a hirtelen megnőtt, mondjuk vegyük úgy, hogy nyomás és hőmérséklet hatására visszafordíthatatlan ásványtani, mondjuk vegyük úgy, hogy folyamatok jönnek létre, ezt hívják sok metamorfózisnak, és ez a sok metamorfózis hoz létre nagyrészt amorfizációt, tehát ilyen üveges szerkezeteket, akkor az előbb említett Suevit breccsát is ez fogja jellemezni, és hát gyakorlatilag a mostani tanulmányozások során úgy kell majd tehát olyan szemüveget kell majd vennünk ezeknek a kőzeteknek a tanulmányozásához, hogy ezt gyakorlatilag néhány másodperc alatt, vagy esetleg maximum 2-3 perc alatt hozta létre a természet. Ugyanakkor azért egy vulkán esetében sokkal nagyobb, illetve sokkal komolyabb, hosszabb ideig tart mondjuk az ottani recsáknak, kőzeteknek a létrehozása. Tehát itt rögtön azt kell, hogy említsem, hogy 100-150 évvel ezelőtt, amikor most már ismert meteorit kráter kutattak, mint például a Beringer vagy ugye a Meteor kráter Arizonában, azt gondolták, hogy azok vulkáni kráterek, és éppen ezért nagyon sokáig nem foglalkoztak a meteorit kráterekkel. 1994-ben gyakorlatilag a Shoemaker család, Caroline Shoemaker, ő professzionális, mondjuk vegyük úgy, hogy csillagász volt, asztrofizikus volt. A férje, a Eugene Shoemaker, aki az Apollo 19-el vagy a 18-al repült volna a Holdra, mint az első képzett geológus, és éppen ezért nagyon sok energiát, nagyon sok időt fektettek az üstökösök, a kisbolygók, illetve hát végül is a meteorit kráterek kutatására, mind a ketten, csak a feleség Caroline, ő a
a csillagászati oldalról, a férje, Eugene Shoemaker pedig a geológus, a geofizikus oldaláról közelítette meg a kérdést. És Eugene Shoemaker a Flagstaffben található amerikai geológiai szolgálatnak volt az egyik vezető kutatója, és hát azt gondolta, hogy egyik, mondjuk vegyük úgy, hogy kolléganőjével, vagy inkább tanítványával egy olyan 60 kilométert utazva elérte Winslowton MS-re a Meteor krátert, amit ugye volt szerencsénk már látni. És folyamatosan járták a vidéket, és nem sokkal később Nevadában található nukleáris teszthelyen is, hát gyakorlatilag a Sedan, a Yucca és a Trinity teszthelyeket tanulmányozták szintén ásványtani, közvetlenül szempontból, és rájöttek arra, hogy bizony az atom kísérleti helyeken, az atomrobbanások után ugyanazok a érdekes jelenségek figyelhetők meg, mint például a nyomáskúp, vagy a planáris deformációs lemezek, ezek ilyen mikrolemezek, kis amorf anyagokkal kitöltve vagy feltöltve különböző kőzetalkotó ásványokon, hogy ezeket összehasonlítva létrehoztak egy kritériumrendszert. A kritériumrendszernek gyakorlatilag úgy gondolták, hogy rendkívül sok indikátor jellege van, tehát az azt jelenti, hogy ha ezeket a nyomáskúpokat, vagy a PDF-eket például, vagy a nagynyomású fázisokat, a polimorfokat nem találják meg a meteorit kráter esetében, akkor az nem egy bizonyított meteorit kráter. Igen, nem csak a szakma elég szkeptikus volt, a geológusok nagy részt az egész világon rendkívül negatívan álltak hozzá ehhez a meteorit kráter történethez, és Caroline Shoemaker és David Levy 1993. júniusában felfedezték a Shoemaker-Levy üstököst. És rájöttek arra, hogy hamarosan egy pár hónapon belül a Jupiter gyakorlatilag perturbáló hatása révén, hát ez majd szét fog szakadni, ez az üstökös, és ez így is történt, 12 darabra szakadt szét. Az üstökös szétszakadás az azt jelentette, hogy darabonként volt, hogy 500 méteres, meg volt, hogy másfél kilométeres nagyságú darabokra szakadt szét, és ezek szépen így láncba fűződve elindultak a Jupiter felé, és 1994-ben be is csapódtak, amit szinte élő közvetítésben a Hubble űrteleszkóp, akkor a Hawaii Observatórium, és hát gyakorlatilag nagyon sok földi observatórium is megfigyelt. Ugye természetesen infravörös kamerákkal készítettek felvételeket a becsapódásokról, és egy a 14-ből egy ilyen becsapódást tekintve kaphattunk volna kettő rész meteorit krátert. Tehát egy a 14-ből képes lett volna 50 km átmérőjű meteorit krátert létrehozni itt a Földön. Az már egy 50 km-es átmérő, illetve egy 1 km-es átmérőjű kisbolygó, vagy egy üstökös, az már gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy úgynevezett bolygó ölő, tehát Earth Killing vagy Planet Killing rendszerbe tartozik. Tehát most gondoljuk el, hogyha mind a 14 becsapódott volna ide a Földre, és nem a Jupiter felső légkörébe, akkor ma már biztos, hogy nem itt beszélgetünk. Vagy lehet, hogy a Jupiteren, vagy a Marson, ki tudja, hogy menekülni kell, tehát nyilván ez össze kell csomagolni, meg minden, meg a úttörő táskát. Na most az a lényeg, hogy kiszámolták a csillagászok az energiát, és az a lényeg, hogy ugye, hogyha azt nézzük, hogy ezek az események, és itt látható ezen az ábrán, ezek az események mondjuk 3,6 milliárd évvel ezelőtt, vagy 3,7 milliárd évvel ezelőtt meghatározóak voltak a naprendszer bolygó fejlődésénél, akkor abban az esetben azért elég komoly energetikai szintről beszélhetünk, és ez azt jelenti, hogy nagyon komoly, mondjuk vegyük úgy, hogy bolygóformáló, illetve felszínformáló erővel rendelkezik a meteorit krátereknek a létrehozása, a sok metamorfózis, és ezért elengedhetetlenül szükséges az, hogy ezeket a meteorit krátereket megismerjük. Na most, egyből 1994-ben a Nemzetközi Geológiai Unió, az International Geological Union létrehozott szeptemberben volt Montrealban, létrehozott egy bizottságot, egy ilyen Impact Geológiai Bizottságot, Dieter Stöffler, French Bivens, Eugene Shoemaker, tehát akiket most felsoroltam, Leroy Chao,
részt vettek ebben a, ezen a bizottsági ülésen, és akkor 1994 végétől lesz az impact geológia, mint önálló tudomány, mondjuk vegyük úgy, hogy interdisziplináris tudományterület a földtudományon belül. Úgyhogy, ha belegondolunk, akkor ez egy rendkívül fiatal tudományterület, viszont igen dinamikusan változik, és rengeteg eredményt produkál, tehát gyakorlatilag évente duplázódott, tehát exponenciálisan növekedett a szakmailag elfogadható cikkeknek a száma, és hát éppen ezért rendkívül sok úgynevezett kóklerkedés is indult el a meteorit kráterekkel kapcsolatban, de a hála Istennek végül is úgy alakult a helyzet, hogy ez a kritérium rendszer beszabályozta, keretek közé rakta azt, hogy mit is nevezhetünk meteorit kráternek. A Reese meteorit kráter a legjobban feltárt, azaz fúrt meteorit kráter a világon. Láthatjuk, hogy külön múzeum, külön kutatóintézet épül rá. Ilyen azt hiszem, hogy nincs még egy a világon. Most kezdik majd, valószínűleg most lesz majd kész a Bosonti meteorit kráternek is a látogatóközpontja. Ez Gánában található, illetve úgy néz ki, hogy a svédek is léptek a Siljen meteorit kráterrel kapcsolatban. Jó, ezeket végül is érdemes így megjegyezni, csak annyit szeretnék még mondani, hogy ezt mondtam, hogy Eugene Shoemaker róla elnevezett meteorit krátert akarta tanulmányozni Nyugat-Ausztráliában, feleségével együtt. Valószínűleg ugye ott irdatlan hosszú utak vannak, ilyen 100-200 km egyenes szakasz, szinte alig kell odafigyelni, csak nyomni kell a gázt, vagy esetleg kicsit kell csak odafigyelni a kormányzásra. És gyakorlatilag valószínűleg kiegyenesítették a kanyart, úgyhogy frontálisan neki mentek egy fának, és azonnal szörnyet halt Eugene Shoemaker. Caroline Shoemaker megúszta ezt a balesetet, és akkor utána úgy döntöttek, hogy az 1999-es Clementine űrszonda missziója során a Holdra fogják szétszórni Eugene Shoemakernek a hamvait. Itt is volt sokat a Reese meteorit kráternél, ezért azt a teret, ahol várakoztatok, azt a teret róla nevezték el, Eugene Shoemaker Platz. Létrehoztak ösztöndíjakat, alapítványokat, mindent. Tehát gyakorlatilag ma az Eugene Shoemaker nevéhez kötődő alapítványok azok lesznek azok, amelyek az impact, mondjuk vegyük úgy, hogy kutatásokat támogatják első kézből. Úgyhogy nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, de amit a legutóbb, hogy mi most vegyük úgy, hogy magyarok aktívan miben tudunk részt venni. Ugye az a helyzet, hogy nem mindig találunk meteorit krátereket a különböző sok metamorfikus anyaghoz. És arról szól az egész történet, hogy minél messzebb megyünk egy meteorit krátertől, annál kisebb ilyen üveges-szerű, úgynevezett szverulák figyelhetők meg. Vannak az úgynevezett szverulák, ezek ilyen 100-150 mikrométer átmérőjű kis üveges, vagy fémes, vagy szilikátos anyagok. És az érdekesség ebben, hogy ezek sokáig képesek megőrződni, akár 3,5 milliárd éven keresztül is. Tehát nem olyan rég, egy olyan 15 évvel ezelőtt a Johannesburg, illetve a Witwatersrandi Egyetem, ezek Johannesburgban találhatók, Dél-Afrikában, indítottak egy expedíciót, ilyen mintagyűjtési expedíciót a Barberton területre. Ez Dél-Afrika észak, mondjuk keleti részén található, és a geológiai feltárás során találtak szferulákat. Ezek a szferulák gyakorlatilag, ezek egy kis gömb, itt látható egy mikroszkóp, tehát rendes optikai mikroszkóppal készített felvétel, láthatjuk a szferula, azaz ilyen kör alakú szerkezetet, és hát nagyrészt fémes, nagyrészt, vagy van benne szilikát anyagú, van benne gyakorlatilag üveges anyag, és ugyanakkor 3,5 milliárd évvel ezelőtt azt tudjuk, hogy eszméletlen sok
meteorit kráter képződés volt a Földön, de egyetlen egynek sincs meg a nyoma. A legidősebb az 2 milliárd éves, az a Fredefort meteorit kráter, ami szintén ettől a területről nincs olyan messze. Az kvarcitban található, egy 2,8 milliárd éves kvarcitban található a Fredefort meteorit kráter, és hát gyakorlatilag ugye 1,5 milliárd évvel idősebbek ezek a szferulák. Na most Árpival elkezdtünk ezen dolgozni, hogy hogyan lehetne bebizonyítani azt, hogy ezek a szferulák meteorit kráterből, vagy meteorit kráter képző eseményekből származnak. Azaz, hogy a sok metamorfózis jegyeket hol és hogyan tudjuk megtalálni. Ezt a technikát, amit úgy hívnak, hogy mikroramon spektroszkópia az egy monokromatikus lézer nyalábot fényt használ, tehát 532 mondjuk nanométeren használjuk ezt a lézerfényt, és hát gyakorlatilag a benne lévő, most a mintával történt kölcsönhatásokat tekintve vannak úgynevezett eltolódások, ez minden a adott mintának a szerkezetétől függ. És hát nyilván az ilyen jellegű, mondjuk hatalmas a nyomás és hőmérséklet maradandó károsodásokat okoz a kristály szerkezetben, és ezeket a maradandó károsodásokat lehet végül is ezzel a mikroramon spektroszkópiával szisztematikusan kimutatni. De ez akkor kell összehasonlításként vulkáni, kell ipari, illetve szükség van még egyéb más szferulákra is. Egyébként szferulákat képes mondjuk egy jó pár csiga is produkálni, meg tengeri élőlényeknek a végterméke is aragonitos ilyen kálcium-karbonát tartalmú, de aragonitos amorf jellegű szferulákat produkál, ami gyakran megtéveszti a kozmokémikust, de nem szabad megijedni, úgy néz ki, hogy ezek a szferulák az izotop geokémiai mérések során tényleg nagy valószínűséggel impakthoz kötődnek, csak még ugye másik oldalról is szeretnénk ezt megerősíteni. Úgyhogy jelen pillanatban azért aktívan így veszünk részt ebben a munkában, ezt szeretnénk tovább folytatni, például Stefánnal való együttműködés segítségével. Úgyhogy Ricsi is ezt a témát választotta magának, ilyesmi témát választott magának, mert nagy valószínűséggel a Ries meteorit kráternek a magyarországi jelenlétét, tehát hatásait, környezeti hatásait, azt a miocénkori üledékekben szeretnénk kimutatni. Na, ilyen szferulákat kell majd találnunk ahhoz, hogy meggyőzően, bizonyíthatóan be tudjuk mutatni azt, hogy van a Ries meteorit kráternek innét 800 kilométerre is hatása a környezetre. Egy-egy ilyen meteorit kráter esetében, hogyha normális körülmények vannak, tehát a 45 fokos becsapódási szög, akkor a 35 km per szekundumos sebesség, és mondjuk egy átlagos szenes kondrit becsapódásról van szó, akkor nagyjából az átmérő, tehát a keletkezett meteorit kráter átmérőjének a 2,5-3-szorosát kell számolnunk a közvetlen hatása. Tehát a közvetlen olvadékok, a környezeti pusztítás, amikor teljesen letarol minden. Tehát egy 200 kilométeres, mondjuk vegyük úgy, hogy kráter átmérőnél, mint a Fredefort meteorit kráter Dél-Afrikában, annak a közvetlen hatását tekintve durván egy olyan 600-700 kilométer tarolt le. De globálisan ilyen szferulák jelentek meg. Úgy, mint a Chicxulub-nál is. Az 260 kilométer, közvetlenül 800-900 kilométeres hatótávolság, viszont ilyen szferulák jelentek meg a KT határon, a Földön mindenhol. Kínában, Dél-Afrikában, Dél-Amerikában. Van egy úgynevezett, egy ilyen plazmafizikai, mondjuk vegyük úgy, hogy állandóval egy ilyen zónája a beérkező kozmikus testnek. Tehát ez jóval nagyobb, tehát ez több kilométer átmérő, egy ilyen plazmafizikai állapotban van minden. És jön a sebessége, 27 kilométeres magasságban ott az ózon, meg már ugye ott a sűrűség is változik, az egy ütköző zóna. Átlagban a meteor becsapód, tehát a meteor jelenségek, a fénylések, meg ezek a 27 kilométeres magasságban kezdődnek el. Éppen ezért, mert ugye ott változik a légkörnek az összetétele. És gyakorlatilag
gyakorlatilag a Reese meteorit kráter esetében egy délnyugat-északkeleti irányú becsapódást kell elképzelnünk, de ha megnézzük a kidobott anyagnak az irányát, hogyha egy ilyen tortaszeletet vagy egy ilyen legyezőt nyitunk ki, akkor láthatjuk, hogy az észak-kelet felé található a Reese meteorit krátertől a Csemedence, ahol a moldavitokat találtuk. Tehát a moldavitok azok impact üvegek, amelyek innét fröccsentek ki a meteorit becsapódás során, és az tévedés, tehát ez nem a kozmikus anyag maga, ami ott kifröccsent, hanem a kozmikus becsapódás révén az egy földi anyag, de az megolvadt, keveredett földi anyag, és egészen 470 km innét a Csemedence, ahova ugye holnap megyünk, ott található meg a moldavit szórán. Konkrétan a Marsra vonatkozólag az úgynevezett grazing impact, tehát a nyeső, illetve az érintő becsapódások, azok legyező, vagy hát inkább pillangó szárny formájú krátereket hoznak létre. Ott is nagy valószínűséggel a domborzat a kidobott anyagnak az elhelyezkedését nagyon nagy mértékben tudja befolyásolni. Hogy magát az impact eseményt hogyan befolyásolja egy magas hegység, azt sajnos nem tudjuk. Erre még nincsenek adataink. De egyébként a jövő zenéje itt kezdődik. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Van-e bármilyen kérdésetek? Ha nincs, akkor miért nem?